meghosszabbított határidő. Július 31-én még lehet jelentkezni felépítményi tanulmányokra. Közös értékeink Szkolocs Nehodnoti. Miskolcon nyitó konferenciával kezdődött a média projekt, amelynek a Városi Televízió is partnere. Javában tart a gömörtornai nyár. Színes képes beszámoló a régió rendezvényeiről. Közéleti és kulturális programok szerepelnek júliusi utolsó adásunkban, üdvözlöm nézőinket! Módosított határidő. Július 31-ig beadhatják jelentkezési lapjaikat az adott középiskolákra azok, akik sikertelen főiskolai felvételi vizsgát tettek, vagy szakvizsga és érettségi után felépítményi tanulmányokat szeretnének folytatni. Felépítményi tanulmányokat több mint 150-en folytatnak a rozsnyói egészségügyi szakközépiskolában. Nappali tagozaton és munka mellett is lehetőség van a továbbtanulásra. Az a korhatár olyan 35 évig, de nem kivétel. Most az utolsó kimutatás, még az 58 évesek is tovább képzik magukat. Máme veľký záujem v štúdiu popri zamestnaní, pretože ako vidíte, ľudia si uvedomujú, že kontinuálnym vzdelávaním sa dá v zdravotníctve iba pracovať, pretože zdravotníctvo skutočne veľmi rýchle napreduje. A myslím si, že títo ľudia, ktorí treba zrobia sanitárov, potom idú do odboru zdravotnícky asistenci, uvedomujú potrebu vyššieho vzdelania. Teda aj v odbore záchranár, aj v odbore zdravotnícky asistent, aj v odbore sanitár zatiaľ záujem o štúdium popri zamestnaní je. Amíg Szlovákiában érettségi után több mint 6000-en tanultak tovább az idei tanévben, addig szakvizsga után érettségével végződő felépítményi szakot 11000-en választottak. A rozsnyói magyar nyelvű szakmunkásképző is nappali tagozaton kínál érettségi vizsgát. Mindent, amit meg lehet, megtanultam, de még van mit tanulnom, elég sok dolgot. Tervezed, hogy tovább tanulsz? Persze, készülök ide, ugyanebben az iskolában plusz 2 évre felépítményibe, igen. De lesznek felépítményisek is. A mostani harmadik osztályból, illetve a tavalyi harmadik osztályból többen jelezték, hogy szeretnének érettségit is szerezni. Ez nincs szakmához kötve, tehát bármilyen más iskolából, nem csak a mi diákénk, szintén itt letehetik magyar nyelven az érettségit 2 év alatt. Felépítményi tanulmányokra az országban még július 31-ig lehet jelentkezni. A középiskolák második körben augusztus 15 és 26-a között határozhatják meg a felvételi időpontját. Mint arról korábbi adásaimban már beszámoltunk, a Városi Televízió része lett a közös értékeink Szpolocsne Hodnoti Európai Uniós határon átnyúló média projektnek. Nyitó konferenciája szakmai programmal Miskolcon kezdődött. A projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei... Dr. Mennyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a közös értékeink Szlovákia és Magyarország közötti határmenti regionális média projekt szakmai nyitó konferenciáját. A pályázat az együttműködés magas szintjét követeli meg a 9 lokális televíziós partnertől, hangsúlyozta. Fejlesztési alap Magyarország és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg, közel 500 ezer euró támogatással. A partner televíziók ugyanis elkészítik azokat a kisfilmeket, bejátszó anyagokat, amelyek szőke pátriájuk értékeit mutatják be. Ezt követően Miskolcon a kisfilmekből egy egységes, kész, szerkesztett szlovák nyelven feliratozott, mintegy egyórás adás készül. Ezt az egyórás magazinműsort mutatják be a partner televíziók. Amíg Magyarországon Kanzincbarcika, Putnok, Sátoraljaújhely, Miskolc, Óz, Szlovákiából pedig Rimaszombat, Király Helmec, Rozsnyó és Szepsi nézői tekinthetik meg az adást. Regionális médiaprojekt felvidéki és magyarországi televíziós társaságok műsorcseréjét teszi lehetővé 1 éven keresztül. Harnod Sándor, a közös értékeink projekt vezetője többek között elmondta, hogy közvéleménykutatás készült a projekt keretében arra vonatkozóan is, hogy a nézők milyen témájú magazinműsorokat látnak szívesen. A legtöbben a közéleti hírekre, a turisztikai és történelmi témájú összeállításokra, valamint a szórakoztatásra voksoltak. Tájékoztatásul elmondta, hogy a projekt keretében 11 közös rendezvény, szakmai workshop és találkozó valósul meg. 81 közös magazinműsor gyártására kötelezték el magukat a partnerek, és minden partner weboldal fejlesztésre kap pályázati támogatást. A pályázatban szereplő 9 partner technikai felszereltsége is bővül, HD forgató és vágószettel.
Az előadók között szerepelt Budai Erzsébet, a Megyei Közművelődési Intézet igazgatója, Holop Szilveszter, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Projektkoordinátora, Zárok Péter Farkas politológus és Varga Ferenc külügyi szakmai tanácsadó. A nyitó konferencia második részében 5 perces kisfilmmel mutatkoztak be a partner televíziók. A filmekben bemutatták térségüket, a televíziók műsor struktúráját, a televíziós műhelyi munkát, a stúdiók felszereltségét, a közös értékek projektben szereplő munkatársakat. Vételkörzetéhez, illetve ellátottsági területéhez tartozik Ózdváros és a város szűk vonzás körzete. A magyar médiatörvény szerint kereskedelmi besorolású, de döntően közműsorokat szolgáltató televízió, így mintegy 45-50 ezer. Magyarország egyik legnagyobb helyi közműsor szolgáltatója. 24 éve készítünk és sugárzunk műsort Zemplénben. Kezdetben Sátoraljaújhelyben kábelen, majd 1991-től a Magyar Televízió frekvenciáján Zemplénben. A Rozsonyi Város Televízió a projekt keretében bemutatott kisfilmjét ma Magazin Plus adásunkban láthatják, és lapozzunk tovább. Elkezdődött a Gömörtornai Nyár, a régió kulturális fesztiválja. Most összefoglalót láthatnak néhány eddig történt eseményről. A Gömörtornai Fesztivál keretében tűzte műsorára a Gömöri Népművelési Központ a Szoborfák című filmet. Csillagmozi a város fölött. Nyáron a film szerelmeseinek otthona a rozsnyói csillagvizsgáló. Heti egy alkalommal zajlanak a szabadtéri filmvetítések. Természetes közösségi élmény, életérzés egy szabadtéri vetítésnek, amit le lehet írni szavakkal, de az olyan lenne, mint ha lerajzolnánk egy focimeccset. Aki még nem próbálta, csak azt tudom mondani, hogy próbálja ki. Hihetetlen élmény. Júliusban 2 alkalommal került sor magyar estre a Gömörtornai Fesztivál keretében. A Szoborfák című filmet is itt vetítették. Családi mozikra összpontosítottunk, tehát azt, hogy a magyar szülők a gyerekekkel egyaránt itt lehessenek, élvezik a filmet. Családi mozik, commerce filmek, de kezdő filmkészítők is helyet kaptak a nyári programban. Máme v ponuke výber najlepších filmov od študentov filmových škôl, a či už sú to české alebo slovenské filmové školy. Vannak tematikus estjeink is, ami majd aztán augusztusban lesz. Összekapcsoljuk tulajdonképpen a filmvetítést, egy jó mozi műsort összekapcsolunk a Meteorit Hull. A szabadtéri mozira pályázati támogatást nyert a Gömöri Népművelési Központ, így a levetített filmek vándorútra kelnek a járás falvaiba. Augusztus végéig tart nyitva a nyári csillagmozi a rozsnyói csillagvizsgálóban. Kitehetik a megtelt táblát. Csúcsra jár a hosszúréti kézműves ház. Amíg a kézműves tábor programjában közel 200 gyerek vett részt, a kézműves vásárban több ezer ember fordult meg. Hát ez a nyár, ez bolondok háza inkább itt, de szószorosan pozitív bolondok háza. Egész nyár folyamán szerintem 3-4-5 ezer ember, ami a július-augusztus illeti, biztos megfordul. Évről évre növekedünk, azt veszem észre. Ám a rendezvények jóval több üzenetet hordoznak a régió számára. Ugye a folklór is más, pedig a magyar nyelv megőrzés, ez a legfontosabb. Ez mind itt találkozik, úgyhogy én szerintem ezt legalább egy hónapban egyszer meg kéne ismételni mindenütt, nem csak itt. Most kézműves mesterek vették birtokba a házat és környékét. Több ezren fordultak meg a vásári forgatagban. Mi mindig örülünk, hogyha meg tudjuk mutatni azt, amit gyakorlatilag valamikor megtanultunk, vagy ellestünk a régiektől a mai fiataloknak, illetve a mai embereknek, mert nagyon kevesen ismerik már ezt a fajta technikát, a salonkészítés technikáját. Ezt minden ilyen vásárba érzem, egy ilyen kézműves vásárba, hogy az emberek érzik, hogy valami közös gyökér összekölt minket. Mi az ingeken keresztül, van, aki a bőrművességen, van, aki a gyöngyfűzésen keresztül tudja mindezt megélni. Hosszúrétiek a kézműves ház bővítésén fáradoznak. Pályázati támogatással tervezik az átalakítást. Nem csak a kézműves ház fog fejlődni, de ennek az udvarnak a felépít, átépítése. Tehát az egész iskolai területnek az átépítése meg van tervezve, amit meg is nyertünk pályázatban. Amíg a héten az irosvai tánctábor van Hosszúréten, a jövő héten pedig a pozsonyi Szőttes Néptánc Együttes tartja a kézműves ház és környékén tánctáborát.
Kedves nézőink, a kézműves vásárról szóló riport összeállítással mai magazin műsorunk véget ért. Program ajánlomban pedig szeretném felhívni figyelmüket, hogy július 27-től, tehát holnaptól július 31-ig a nemzetközi tájfutás versenyei zajlanak a régióban. Augusztus 6-án krasznahorkai várjátékokra kerül sor, augusztus utolsó hétvégén pedig Rozsnyón zajlik a történelmi bányászvárosok találkozója, augusztus 26-án pedig a focipályán Republik koncertre kerül sor. Szeretném felhívni figyelmünket, hogy a Városi Televízió augusztusban műsorszünetet tart. Esetleges önkormányzati tanácskozásokat közvetíti élő adásban. Új magazin műsorral szeptember 6-án jelentkezik a Városi Televízió. Megértésüket előre is köszönjük. Most pedig a közérdekű információk után Magazin Plusz adásunkkal folytatjuk további műsorunkat, amelyben a Rozsnyói Városi Televízió közös értékeink média projekt keretében bemutatott kisfilmjét láthatják. Kedves nézőink, én köszönöm, hogy ma is megtiszteltek figyelmükkel. A Városi Televízió minden munkatársa nevében a nyár további részéhez jó időt és kellemes pihenést kívánok. A viszontlátásra!